napot kívánok. Be is mutatkozzak. Ugye jönnek a rendőrök? Semmi gond, az ön nevét is nagyon jól tudjuk egyébként, Bari úr. Tudom, a köcsök hívta magukat. Nem a köcsök hívta, higgyelj, hogy már többen feljelentést tesznek ön ellen, tehát ez nem egyedül ön. Nem egyedül ezt rá kell húzni. Mit gondol a környezetében élőket? Hogyan érinti azt, hogy ön egy ilyen személytombot tartja? Jó, nem kétel, adjuk már. De hogyan érinti ezt a gestapó dumát adjuk már. De nem gestapó dumát. Hát akkor mi? A Zöld Hazánk mozgalom aktivistái a napokban bejelentést kaptak innen Dunaharasztiból, hogy különféle veszélyes hulladékok találhatóak meg ebben az utcában, ami egyrésztről zavarja a szomszédokat, nagymértékben gátolja a normális közlekedést. Ezt úgy lehet bontani, hogy vízpermet alatt, hogy a por, ami kilép belőle, az se juthasson a levegőbe. Uh-huh. Tehát ezt így nem lehet, és úgy lehet bontani, hogy lehetőleg ne törjenek a darabok, és ezt utána zárt konténerbe lehet elhelyezni. Tehát így biztos, hogy nem lehet elhelyezni. Az aszbeszt egy régebben használt építőipari anyag, amit gyakorlatilag mára már kivontak a forgalomból, mert bebizonyosodott időközben a rákkeltő mi volta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vékony szálak válnak le belőle, egészen mikroméretűek, ezek a levegővel ugye bárhova eljutnak, és az ember be tudja lélegezni, ezáltal a tüdejébe, légutakba irritációt okoz, amely későbbiekben különféle megbetegedéseket okozhat. Megdöbbenve tapasztaltuk azt is, hogy rendkívül agresszívan lépett fel az ingatlannak a tulajdonosa, különféle szitokszavakkal illetett bennünket, a Zöld Hazánk kabinetének a tagjait, illetve mint Mi Hazánk mozgalomnak a tagjait. Mi próbáltuk egyébként lecsitítani és egyáltalán érdeklődni tőle, hogy mi miatt tárolja ezt a hatalmas mennyiségű szemét halmazt az udvarában. Hát miért maguk meg mi a f*** jönnek ide, és akkor elkezdenek itt kamrázni, meg koporsó a f***om után. Hát de mi a gyászik ezt velem csinálni? Elmondtam, menjenek fel az önkormányzathoz, ki lett vásárolva. Milyen bűncselekményt követel? Ki? Milyen bűncselekményt? Milyen a bánatokat? Bőrköztélet, meg f***om. Meg gyalogolunk, meg masírozunk, azt akkor rettegésben tartsuk a romákat, az a f***ok kiküldte, és az maga szerint az nem veszélyes, a 16 méteres fák ottan. Szándékosan helyeztem ide, hogy ő vele kiszúrja. De szándékosan helyezte ide azért? De nem érdekel engem, mert hogy szándékos, nem szándékos, ide jönnek, egyébként ide jönnek, azt csak úgy fogják, és mindenki ledob egy darabot. Mert ilyen szemétlen a kóhely. Mi konkrétan úgy tudjuk, hogy például oda be, ugye konkrétan teherautóval szokták bejutatni azért a szemeket. Arra szeretnék tenni egy bejelentést. Mivel nem tudtunk dűlőre jutni, és semmiféle olyan információt nem tudtunk meg ettől a szemétől, hogy mikor fogja ő ezt elszállítatni, ezt a szemét mennyiséget, így kénytelenek voltunk kihívni a helyi rendőrséget. Ők pillanatok alatt kiérkeztek, jegyzőkönyvet vettek fel, és aztán ezt követően pedig megindult a rendőrségi eljárás. Kiérkeztek már most a bűnügyi helyszínelők is, ők felmérik a veszélyes hulladéknak a mennyiségét, illetve a mienségét, és ezt követően a tájékoztatásuk alapján az önkormányzattal majd intézkedni fognak ennek az elszállítatásáról, és várhatóan majd a rendőrségi eljárás keretében meg fogják gyanúsítani az itteni úriembert. A területre megérkezve megvizsgáltam a környezetkárosító anyagot, és azt tapasztaltam, hogy az itt lakóknak ez nagyon veszélyes, mivel aszbeszt tartalmú, nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtt lakosságnak is jelentős mértékben károsíthatja az egészségét. Mindenképpen szem előtt kell tartanunk azt is, hogy nyári meleg van, illetve a szállópor tartalom magasabb, valamint később a csapadék formájában is eljuthat a környező területekre. Nagyon fontosnak találom a terület megtisztítását, illetve annak a felülvizsgálását, hogy ez a jövőben ne történhessen meg még egyszer.